Stúdió Veszprém Podcast 77 történet Dióhéjban. Fontos és érdekes emberek történetei Veszprém közelmúltjából Diósi László tolmácsolásában. Most úgy érezzük magunkat, mint amikor közel 30 évvel ezelőtt Mészáros Zoltán elindította a Jam Rádiót. Itt ülünk egy nappaliban, egy lámpán függ a mikrofon, és próbálunk egy profi podcastot csinálni. Ott emlékszem, hogy annak idején ilyen tojástálcák voltak, és egyéb nem kifejezetten erre a tevékenységre kialakított külsőségek. Na, arra hogy emlékszel arra az időre? Mert az volt az első nagy dobásod. Tojástálcát ne sértegessük. Tehát az akusztikai iparban egy felmérhetetlenül magas akusztikai jellemzőkkel rendelkező, természetesen előállított és olcsó akusztikai burkolat. Úgyhogy meglepődnél, hogy a Jam mellett még hány rádióstúdió van a kerekeföldön találkozná hasonló. És már akkor is gondoltál a környezet tudatosságra, mert ugye ez... Nem. Egyáltalán nem. Hát a semmiből kezdtük, tehát azt mindig is mondtam később is, itt egy 5-10 évvel később, hogyha mondjuk 5 évvel később, vagy 8 évvel később valaki úgy akar belekezdeni rádiózásba, hogy nekünk megadatott belekezdeni, tehát gyakorlatilag hazatérve Amerikából 10 CD lemezzel és egy konverteres amerikai áram erősségen működő CD játszóval, meg összeszedett, vedett, kölcsönkért, a tévésektől kölcsönkért, mikrofonokkal, tehát abszolút jó hasonlat, akkor az úgy nem ment volna. Hát ez sok minden van, ami így a pionírkorban ment, és később már úgy nem ment, tehát hogy de adott területre belépni, az nem mindegy, hogy az ember mikor kezd el valamit csinálni. Úgyhogy az biztos, hogy szerencsénk is volt, hogy akkor így ide visszakeveredő Veszprémbe, 90-ben, 89-ben, 91-ben egy ilyen fiatal, tenni akaró, és a magyar rádiózással, annak zenei és mindenfajta profiljával, hát finom a szó, és elégedetlen társaság azt mondta, hogy csináljunk valamit. Hát a hőskor egyik nagyon régi, hát már tényleg hát 1992. szeptember 4 vagy 5-én szólalt meg reggel 6-kor a Jam először. Na de most viszont megkérdeztük tőled, hogy szoktál-e podcastot hallgatni, és kiderült, hogy nem nagyon. Sőt, most keresgéltél egy darabig, amíg a mi csodálatos és széles körben ismert és egyre bővülő közönség előtt megjelenő podcastunknak adsz interjút. Úgyhogy hát együtt kell haladni az idővel, és légy szíves a jövőben fűnyírás közben, autóvezetés közben, vagy bármikor, amikor egy kis szabad időd van, akkor hallgass meg legalább magadat, hogy mit mondtál. A legszebb egyik az embernek saját magát visszahallgatni, úgyhogy ebben nekem is nagy gyakorlat. A nácizmusnak vannak különböző stációi, ez egy ilyen közepes. Na egyébként a 77 történet Dióhéjban című könyvemben szerepel is egy történet, a hőlégballonos sztori. Erre gondolom te is úgy emlékszel vissza, hogy nem akármilyen produkció volt. Abszolút. Hát ugye előrébb kezdődik a dolog, mert ez valamikor 94-ben volt talán, és ugye a Antal kormány alatt a Média Hajó nevű intézmény volt az, ahol a Dunán egy hajón a média vezető személyiségei és a politika találkozhatott. Tehát más világ volt azért, egy kicsit retrospektíve visszagondolni, mert az általam hát nem annyira kedvelt Antal kormány, és ma már egy nagyon haladó szellemiségű világot idéz fel ilyen tekintetben, de hát sok minden megváltozott ez a 20-30-40 év, 30 év alatt. Na lényeg, hogy egy kicsit fricska is volt benne, hogy a média léghajó az az én elégedetlenségemmel kapcsolatos nagyon burkolt, és már kádári üzenetet tartalmazta a média hajónak, ugye, ami hát egy... Mi akkor már ugye rádiózgattunk. És hát a terv az tényleg az volt, ahogy ebben a könyvben is azt leírtuk, hogy milyen jó lenne, hogyha város vezető figuráit fölpakolva egy ilyen hőlégballonba fölé emelkednénk a városnak, fölé emelkednénk a napi és kicsinyes mindenfajta ügyeknek, és felülről, onnan élőben, akkor az Vestel 450 telefon, már ilyen mobiltelefon volt ezek a táskával. Igen, ennek a számát tudod még? Nem. Ennek már nem. Nem tudom. és akkor onnan élőben interjúkat csinálunk, és akkor emlékszem pontosan, hogy a
te, mint polgármester, a Marton Feri bácsi volt a Településfejlesztési Bizottság elnöke, egy nagy tekintélyű. Sőt, nagy termető ennek kérdés. Nagy termető is Feri bácsi, igen. Akkor a Magyar Ádi Péter volt akkor a Gazdasági Bizottság nagyhatalmú elnöke. Lennert Laci. A Lennert László Laci volt a UPC, a később UPC, akkor még Kábelkomnak az ügyvezetője. A Fábián Józsi volt a tévéigazgató. És én azt hiszem, hogy ennyien voltunk, meg még ugye hát a Hőlégballon kapitánya, aki aztán később... Úgy szereplővé vált. És a probléma az az volt, hogy ez a Jam Fesztivál keretében volt, tehát az én első fesztiválos ambícióimat itt gyakorolgattam 93-94-95-ben, azt hiszem volt Jam Fesztivál, amivel azt akartuk csinálni, hogy a rádiót valamennyire a helyiek körében ismertebbé tegyük, nagyon hányatatott sorsú frekvenciákon tudtunk az elején működni. És nagy volt a szél. És ez fel volt állítva ott akkor még Skála Vár áruház előtti téren, és a pasi, amikor én megérkeztem, mivel tényleg ilyen viharos határon mozgó erősségű szél volt, mondta, hogy nem repülünk, mert ilyen szélben lehet, és egy kisebb kosarat hozta. És akkor addig rágtam a fülét, hogy ezt ne csináljuk, hát most már eljöttük az embereket, hát ne, hát most már menjünk, röpüljünk. Amíg azt mondta, hogy jó van, akkor nagy nehezen rá lehetett venni, de ennek több, ugye attól félt a pasi, hogy fölmegyünk ott, és neki sodorja a 20 emeletesnek a Hőlégballont, és előttem be mondjuk a CNN-be, hogy a helyi rádió gyakorlatilag 8 ember halálát okozta. És ezt nyilvánvalóan a pasi nem akarta, úgyhogy ezért azt csinálta, hogy ugye ezeket melegítik propán-bután gázos palackokkal, hogy 4 ember fogta lefelé, és iszonyatosan hevítették, és tartották. Nem túlzok, és egyszer csak elengedték. Igen, kvázi kilövési... Gyakorlatilag a pezsgős dugó az üvegből úgy tűztünk föl, tehát esélyünk nem volt neki soha. De egyébként tényleg a 20 emeletes felé sodott egyébként a szél. Én emlékszem, hogy pár méterre... Hát jó, 20-30 méter, hát, de igen. Az is pár méter. Szóval igaza volt, mert érezte, hogy észak-nyugati szél volt, ezek a szokásos észak-nyugati frontok. Na, lényeg az, hogy ezt felértünk egy utazási magasságra, tényleg egy kis ijedelem után, mert tényleg úgy mentünk fölfelé, mint a golyó. És akkor elkezdett sodorni bennünket a szél, emlékszem, Herend, Bánd, Hárskut felé. Mm. És akkor tényleg az is volt, amit megnyugodtak a kedélyek, én csináltam az interjúkat, Feri bácsi elmondta, hogy a városfejlesztés így meg úgy, nem is emlékszem a részletek. Lényeg, hogy azt egyszer csak ugye úgy elfogott a program, és akkor úgy gondolkodtunk, hogy hát azért valamikor le kéne szállni. És hát a Magyar Ádi Péteren kívül emlékszem, senki nem volt, aki előtte ült volna léghajóba, vagy hőlégballonban, persze a pilotát leszámítva. És hát akkor úgy mentünk, ugye eléggé olyan intenzíven fújta ezt a hőlégballont a Hárskuti egyébként tehén legelőre a szél. És akkor mentünk lejjebb, és akkor ugye az elején senki nem is foglalkozott ez a kérdés, hogy hogy is lesz az, mert az ember az volt, hogy felszáll a léghajó, azt leszáll. Csak hát ki nem veszte a 45 km/h szelet, ezt, hogy mindenki kivette belőle, a következő történt. De a fickó mondta, és akkor ott kezdődött az, egyszer csak a pasi, mint egy pókember, fölmászott valahol oda a hálókba, és ráüvöltött mindenkire, hogy mindenki tegye be a kezét, és ne fogja meg a... Tudja, ez egy ilyen mocskos, koszos, palackokkal teletűzdelt ilyen kosár volt gyakorlatilag. Ugye Feri bácsi öltönybe, mindenki szépen felöltözve. És akkor hát süllyedtünk, és egyszer csak így neki vágta a földhöz a kosarat, hogy a ballon előre dőlt a egyébként tényleg tehénszaros eső áztatta legelőn, húzta még ugyanazzal a sebességgel, megint fölemelte egy 10 méter, és még egyszer visszavágta. Iszonyú volt. És csak azt lehetett hallani, hogy tudod, mindenki elvágódott, tényleg ezt a hangot volt, hogy aha. És azt láttam, hogy a Feri bácsi szegény, ez beesett oda a izékkel, és a Feri bácsinak így még egy gázpalack is ide az állához csatódott. Mindenki megállt nagy nehezen az egész, senki nem szólt, hogy mindenki így, zihálva kimászott mindenki, leült, próbált eszméletre térni, a Feri bácsának egyébként bordája, és azt hiszem eltörött neki. Isten nyugasztott, de aztán később mindig kérdeztem el, miatt egy állandó elkismert fudulás volt, amikor jött a rádióba, és azt mondja, hogy életi egyik legnagyobb élménye volt. Komfortzóra. Majd anyumbert volna, és kiátkozott volna. Úgyhogy hát ez tényleg ez a hiteles történet. Nem nagyon szóltak hozzám, talán édesanyám is szóba került ott néhány vendégnél. Kigyalogoltunk a tehénszaros, esős
Szántóföldön a 8-asra, Diósi polgármester hívott autót, meg egy taxit, nem megett a lész, hogy én gyalog megyek haza, de aztán engem is valahogy beengedtek, és így hazamentünk. Hát hihetetlen emlékezetes sztori volt, ezt meg kellett örökíteni. No, tehát ez volt az első nagy dobásod, a jam. Jött a következő. Mi volt a következő? A pusztai vendéglőnek a Oliva pusztai rendbe tétele, és kialakítani az Olivát, Oliva éttermet, meg a hotelt. Így bizony. Na, az hogy támadt ez az ötlet, mert te nem voltál vendéglátós? Nem, de én 89-90-ben ugye egy ilyen 4-5-6 hónapot kint voltam Amerikában, ez a Camp America nevű, maig is létező ilyen diákokat Amerikába kirángató, és gyerektáborban őket dolgoztató intézménnyel, és ott én konyhán dolgoztam. És amikor a második alkalom, egyébként egy gyerektáborban, körülbelül egyébként a felsőosi tábor mértékű, léptékű gyerektáborban, New Yorktól egy olyan 70 mérföldre északra, a Walker Valley-ben volt ez, és az a nevű Blueberry Treatment Center, és ez egy ilyen brooklyni pszichiátereknek a elméletére épülő 14-18 éves, elég agresszív, színesbőrű gyerekeket a természet lágyölén valahogy a társadalom normális működésébe visszavezetni próbáló gondolatkísérlet volt, és ott a konyhán egy Lennox Bartolome nevű trinidadi kurva jól főző szakács volt a főnököm. Ugye ő volt a big boss, én voltam a white boss, mert rajtunk kívül még 4 brooklyni lány volt, tehát egyetlen fehér emberként szocializáltam a konyhába. És hát hamar kitűnt a Lennoxnak, hogy én micsoda ős tehetség vagyok a konyhába, tehát mint a hagyma. Meg önbizalom. Még a csajok csapkodták le. Szerénység meg sem. Így van. Tehát még a csajok csapkodták le az ujjaikat, és mindegyik, mint a Boris Becker úgy nézett ki, be volt kötve, mint a Nagy Laci, az összes fia be volt kötve. Én 3 hét után is levágott ujjak nélkül szeretettem a hagymát, és nem tudom. És akkor azt mondta a Lennox, hogy nagyon egyszerű volt, egyébként 120 gyerekre főztünk ott. De hát Amerikában más ez a konyha, nagyon sok dobozolt, félkész vagy teljesen kész cucc van. És akkor azt mondja Lenusz, hogy hát figyelj ide Zoltán, hát ugye én, nekem van 3 gyerekem itt New Yorkban, mi lenne, neked meg ugye se kutyát, se macskát itt, mi lenne, hogyha én kép pénteken hazamennék New Yorkba, és csak vasárnap este jönnek vissza, te mind a hétvégéket, mint szakács, és ez kapná plusz szabadnapot. És így nekem 2-5 szabadnapjaim száma hétközben. És akkor elmentem egy golfpálya melletti francia étterembe, egy ilyen seafood restaurantba, ahol tengeri, alapvetően tengeri herkentjük voltak, dolgozni egy francia gyerek mellé, és ott valahogy nagyon, nem a táborban, a tömegmelóban, de ott valahogy belém égett ez, hogy milyen jó lenne egyszer az embereknek egy vendéglője. És amikor meghallottam a jemes időszak közepén 95-96-ban, hogy egyébként gimnazista koromból, meg egyetemista koromból is valamennyire benne emléket hagyó pusztai vendéglő. Mi volt ott a pusztain? Ott a pusztaiban volt valami nagyon jó étel? A cipóban, sőt, csülök káposztával, tormával ez volt, és ezt fenntartottuk az étlapon sokáig, mint pusztai csülök, ameddig ugye ez a generáció ki nem hűlt. Ez az Olivához most már kevésbé illik talán. De az első, tehát akkor vettük le, amikor már nagyon, mert ez egy veszélyes dolog volt, mert ez fő csülökből készült, és ott a csülöknél, ott a csont mellett, ott könnyen megindulnak mindenfajta bakteriális dolgok, de könnyen meg tud a fő csülök romlani. És azért addig, ameddig, és nagyon sokan jöttek az első időszakban, hogy ugyanúgy, mint nekem gimnazistaként, vagy hazajáró egyetemistaként, jó emlékeim voltak a pusztairól, ami egy vendéglő volt az Átkosban, az első helyről tuborg sört lehetett inni, ami akkor nagy szó volt. És nagyon sokan, emlékszem, úgy jöttek, hogy hát itt volt az esküvőnk, a mennyegzőnk, amit tudom, micsoda, és úgy bennük volt ez. Uh-huh. És akkor ennek a romjait megvettük 95-96-ban, emlékszem pontosan, azzal, hogy ebből egy vendéglőt csinálunk, egy éttermet csinálunk, és akkor ehhez a gondolathoz jött, hogy talán stabilabb lenne, ha emellett szállás is lenne, és akkor megvettük nagy nehezen a mellette levő épületet, és így egy 11 szobás kis panzióval is éttermet adtunk. Most október 27-én lesz 20 éve. Ott leszünk 20 évesek. Gratulálunk, gondolom, meghívod a várost egy hatalmas bulira, mindenkinek fizetsz valamit, minden, mit régen egy zsebfesztivál. Minden 20. városlakót meghívjuk, és minden 20 éves hölgyet is meghívjuk. Oké,
Na, szóval ez az Oliva azért aztán óriási karriert futott be, mert volt olyan talán, hogy az első 10 között szerepeltetek a legjobb vidéki éttermek között. Volt ilyen, igen, de ugye Magyarországon ez az egész éttermi rangsorolás az elég kaotikus, pont most szűnt meg az egyik Európában, ugye a Michelin az, ami ennek a topját, a csúcsát nézegeti, és ő ugye vidéken nem is néz éttermeket Magyarországon, meg nincs is magyarországi kiadása. Hát, Gumió volt, aki becsukta a magyarországi boltját, ami szintén francia. És anyukám mondta, az nem Michelines? Nem. Az nem Michelines, nem. Az mindenfajta más. Ugye van a Dining Guide, ami az egy magyar, a Volkswagen által is támogatott, a szakma által szerintem elég elfogadott kalauz. Az is azt hiszem az első 100 vagy 150 vendéglőt, azt teszteli és nézi. És a vidéki vendéglők között az által említett Encsi anyukám mondta, szerintem évek óta vagy az első, vagy szóval jó helyen teljesít. És ebben mi van most olyan 60, azt hiszem legutóbb 64-ek voltunk, vagy 57-ek, már nem tudom. Nagyon sokat változott a gasztronómia azóta, tehát azért abban az időszakban is belegondolsz, hogy hol lehetett elmenni Veszprémben, mondjuk nem tudom, 95-ben vendéglőbe, mi mindig a Fejesfőbe vagy az erdei vendéglőbe jártunk, tehát azért közel nem volt ez a kínálat, mint ami most van, és ami az utóbbi 5 évben történt, az meg aztán már teljesen Európában hatalmas a verseny, és nagyon sokan vannak, meg nem könnyű szakma ez. És most bővültetek tovább? Bővülni nem bővültünk, hát annyit bővültünk, hogy a 11 szobához képest most már 8 éve még megvettünk egy ingatlant alattunk, és akkor így föl tudtunk menni 20 szobára, tehát ez a kis hotelünk az most 20 szobás. Még egy parkoló rész is. És vettünk még ingatlant egy potenciális további bővülésre, tehát van egy tervünk, hogy a 20 szobáról fölmennénk 38 szobára, de ebben nem vagyok biztos, hogy ez meg fog történni. Majd 1 millió forintot kérnénk azért, hogy reklámot csinálunk egyébként a podcastunkban az Olivának, így a műsor közben. Hát feljön a figyelmet, hogy azért az 1 forint per eléré per fő fölött, mert nagyon drágán szokták tartani a reklámot, tehát nem mondani. Tudom, hogy te bizonyítjátok az 1 millió hallgatót, akkor megfontolom az ajánlatot. Rendben, ezen vagyunk. No, hát akkor ez volt a következő nagy fejezet a életedben. Aztán jött a Schneidberger. Nem, ünnepi, akkor még az, jött, még az ünnepi hogy, játék. Ugye az Olivát mi megnyitottuk, és bennem sok minden volt, amit szerettem volna csinálni, ami nem nagyon volt akkor itt a vendéglátó egységekben. Például szerettem volna koncerteket tartani ott, és nem a vendéglátó zenét, meg a mulató zenét, hanem rendes jazzt és rendes művészeket is hívni, és így. Lekert. És akkor ezzel elkezdtük az egészet, és akkor a nyáron, 2001 nyarán volt az első, Cutting Club Singers, Tátrai, United, Szakcsi, szóval mindenfajta koncerteket csináltunk elég nagy sikerrel, és akkor megismerkedtem zenészekkel, és a László Boldizsár nevét nem lehet kihagyni, talán nem is szoktam kihagyni, ugye most már szegedi opera tenorja és a Magyar Állami Operaház művésze, Boldi ott hagyta a popzenét, de a Cutting Club Singersnek volt ő az énekes, trombitás, menedzser, vezetője, ugye a Szűcs Gabi, a Kozma Orsi, meg annak idején még a pápai származású pop énekes nőnket, a Zséda is benne volt. Úgyhogy, és a Boldi elkezdte rágni a fülemet, meg tetszett nekem ez, ugye hát bennem volt az a Jam fesztiválos élmény, az egy milyen marha jó 200-300 embernek örömet okozni egy koncerten. Jegyzem meg érdekes módon a Várkert, a későbbi Várkert színpadon is csináltunk koncerteket, és ez is nagyon tetszett nekem, hogy ez milyen jó helyszín. És rágta a fülemet, hogy csináljunk nagyobbat, mert hát jó, szép dolog ez, hogy 80-90 ember előtt játszik a Cotton Club Singers, annyi pénzén, amennyi pénz ebből ki szedhető, de hát miért nem megyünk is bérelni. És akkor kibéreltem a egyetemi aulát. Akkor az volt, ugye, akkor mi nem volt Hangvilla, csak a Petőfi Színház volt, és az aulát akkor egészen a Hangvilla belépéséig nagyon sok koncertre is használták, függetlenül attól, hogy hát akusztikailag milyen bajok vannak vele. És akkor ott csináltunk egy ilyen Cotton Club első koncert, Cotton Club Singles, fönt vacsorás asztalokat adtunk el, tehát összekötöttem a gasztronó, gyertyafényes vacsora, VIP-jegy, lent, és nagy siker volt, tele volt, üzletileg is jó volt, és akkor még jobban megtetszett nekem ez az egész. És akkor csináltunk ott többet, Presser, Rostandi, Vittém, elég sok koncertet csináltunk ott, és akkor egyszer csak így pattant a fejemből ez a Veszprém Fest ügy. És megmentél, elmentem a tartó tisztünkhöz, a város akkori polgármesteréhez.
bementem a városházára. Ugye az asztalos Pistát azt jobban ismertem, mert ő tanárom volt, és akkor ő alsó, és akkor ő alpolgármester volt. Rögtön elzavartunk, vagy meghallgattunk? Az az igazság, hogy megmondom őszintén, hogy nem emlékszem már pontosan. Azt tudom, hogy először az asztalos Pistának mondtam ezt el. De ő nem, úgy, tehát ő tetszett az ötlet, de az látszott, hogy nem ő fogja ezt dönteni, eldönteni. És akkor azt hiszem, hogy az ott ugye elmondhatta neked, és akkor utána egy következő találkozó, amikor meg veled találkoztunk, és akkor te a magad, hát hogy mondjam, ilyen kicsit távolságtartó, kicsit ironikus stílusában, azért az látszott, hogy te ezzel szimpatizálsz az ötlettel, és nagyon azt éreztem, hogy ez egy komoly támogatást fog kapni, a komoly támogatás, hogy 5 millió forint volt, ez már nem, de nem volt akkor semmi, azért azt megmondom, és ez csak az egyik része volt a támogatásnak, de a lényeg az, hogy hát azért mi, ja, és nagyon szép sztori, hogy akkor azért volt egy kis bizonytalás, közgyűlés megtárgyalta. Közgyűlésen valaki mondta, hogy hát ez ilyen kicsi város, itt nincsen megfelelő mennyiségű parkoló, itt nincsen megfelelő mennyiségű szállás, itt hogy találnak ide egy ilyen kisváros, világsztárok. Na akkor az lett belőle, hogy akkor a Turinform iroda csinálja egy megvalósíthatósági tanulmányt, amit ugye hát azóta már jobban ismerünk. És a Turinform iroda megcsinálta ezt a tanulmányt, csináltatta, emlékszem, Lőrinc Kata volt az igazgató, emlékszem, a Kata ezért aztán utána elnézést kért tőle menni a megfelelő időpontban, mert ez azt mondta, hogy ez a megvalósíthatósági tanulmány, ez nem megvalósítható. Nem. És én itt pontosan tudtam, hogy ez egy jó ötlet. Mert mindig úgy voltam, amikor valami, amikor anyámiknak emlékszem, megmutattam szerencsére szüleimnek az Olivát, azok a fejüket fogtak, hogy fiam, tehát neked elment az ezt, te tönkre fogsz menni. Aha. Tehát mindig az volt a reakció, amikor apának bejelentettem, hogy nem tanítok tovább, ugye rendes tanári diplomával a Rózsa úti általános iskolában tanítottam, és ott hagyom, és elmegyek rádiózni, akkor ugye ezt mondták, tehát én nekem elment az eszem, tönkre fogok menni, és ilyen fog a családom halni. Uh-huh. Úgyhogy ez nekem egy ilyen izé volt, hogy az első reakció az mindig nagyon negatív, az azt jelzi, hogy az ötlet jó lesz. Uh-huh. És hát így is lett egyébként, mert volt abban persze igazság, amit ez a tanulmány állított, hogy tényleg nincs elég parkoló, meg nincs elég szállás, de hát ugye akkor meg az emberek találni. Meg a finanszírozás, mert azért oda szponzorokat kellett. Ahhoz nem értett a közgyűlés. A közgyűlés nem szakértői testület, ezt szerintem nem kell, hogy itt magyarázzam. Azért politikai testület, és visszatérve a dologra, emlékszem pontosan, hogy 2004-ben, augusztus 1-én indult a fesztivál az első nap Kocsis Zolival, Hozé Kurával, és az első évi költségvetés 75 millió forint volt a fesztivál, és ebben 5 millió forint adott a költségvetés, de azt kell mondjam, hogy sokkal nagyobb támogatás. Nyilván ez egy erkölcsi támogatás is, meg egy fontos dolog, hogy egy város mögötte van egy városban sarjadó, nagy ambíciókat kergető rendezvénynek, de az nagyobb támogatás volt, hogy azt kell mondjam, hogy nem nagyon tudott a polgármesteri hivatalból bekeveredni cégvezető ebbe az időszakba, akinek volt valami ügye a várossal, építeni akart, nem tudom, üzemet bővíteni, bírságot eltöröltetni, nem tudom, tehát mindenfajta sztorik vannak, aki ne találkozott volna azzal a polgármesteri kérdéssel, hogy természetesen támogatjuk az ide betelepülő vállalkozásokat, de a fesztivál támogatásról váltsunk pár szót. És ez azt jelentette, hogy még 5 millió forintot kaptunk a várostól költségvetésbe, tehát az adófizetők pénzéből, addig kvázi a piacról, a szponzori támogatásban, akkori polgármester nevét most szerintem illedelmességből engedjük el, nagyon komolyan lobby erővel terelte oda hozzánk a szponzorokat, és ez egészen odáig, amíg ez a konstrukció működött, ez így is volt. Uh-huh. És ez egy nagyon nagy támogatás volt, egyébként nyilván a városnak is jó volt, ha nem kellett annyi közpénzt beleölnie. Úgyhogy így indult a fesztivál, és akkor kiderült 2004. augusztus 1-én, hogy ide találnak a sztárok, hogy bizony az emberek megtalálják a parkolókat. Vagy úgy nem. Emlékszem, hogy 10 000-es nézőszám körül volt. A 3 nap volt az első, és a várba voltunk, uh-huh. és az olyan körülbelül az a nézőtér olyan 2 000-es uh-huh. léptékű, mert az első évben nem is volt olyan koncert, akkor mindig ültetett koncertek voltak, még, tehát alapvetően opera volt, ugye, világzene volt, jazz volt, tehát ahol leülteted a nézőket. Így annak a várban a Szent Háromság téren a nézőtérnek a 2000-es kapacitása. Uh-huh. És aztán kinőtte magát a dolog, világsztárok jöttek, mentek. Neked milyen érdekes emlékeid voltak különleg, ami nincs benne az én könyvemben, mert ugye sokféle volt, amiről tudunk, vagy együtt éltük át, de azért nem lehetett egyszerű törődni velük, meg az igényeiknek eleget tenni.
Hát az elején, az első talán 5 évben ugye az egy ilyen one-man show volt a részemről is, hogy minden olyan dolgot én csináltam, amit ma már mások csinálnak. Tehát a booking, ami nagyon fontos, tehát a sztárok felhajtása és az ügynökségeik bombázása és a leszerződtetése az egy nagyon eszenciális dolog ezen a piacon, azt is én csináltam. Ma már nem, tehát ma már a kollégám, akkor Pordány Nórika, aki ezt csenegető estig, mert ez nagyon sok időt igényel, meg nagyon fárasztó dolog, de ez egy tipikus, ez Covid-tól függetlenül is egy home office dolog, mert egy notebook-e hozzá még egy telefon, tehát a Nóráéknak a fél éve kimentek egy évre Philadelphiában, mert a fél ott dolgozott, akkor onnan csinálta, és nekem ott mindegy volt, hogy honnan üldözi a világsztárokat. És terelgeti ide őket. És a hosting is, tehát amit már szintén nem én csinálok, hogy elmegyek az Aldi Meolájra, a reptérre. Kimegy a kocsimmal, elhozom, elviszem a szállodából, kvartéhozok vele, kávézgatok vele, megkérdezem, hogy így meg úgy meg amúgy. Tehát már ez nem így van. Tehát a kapcsolatom ilyen tekintetben az első X évben sokkal szorosabb volt. Most nagyon sokszor van, hogy én csak úgy találkozom már a fellépőkkel, mert jellemzően azért ez egy nagyon nagy körforgás, egy ringlispil, tehát nagyon sok olyan zenekar, ami vagy az előző estér ide, vagy aznap. Tehát vannak, ugye európai turnéban vannak, és vannak olyan fellépők, előző a Bécsből nekünk kell elhozni, vagy mit tudom én, Pozsonyból, vagy Ljubljanából. Tehát ebben a regionális körforgásban a logisztikai ők optimalizálják azt, hogy egyik városra, másikra minél olcsóban ugrálják, és ne kelljen repkedni. Ebbe tudunk mi általában bekapcsolódni. Úgyhogy de azért mondjuk a Nigel Kennedy mindig eszembe jut. Aztán nem azt mondtam el a könyvedben. De mesélj el azért, légy szíves. Azt mondtam el? Igen. Hát a Nigel volt, tehát mindig kérdezik, hogy ki. Mert egyébként maguk a sztárok általában 95%-ban hipernormálisak. És a Nigel is őrült, de hipernormális hát volt. Egy hegedű virtuóz, ugye? Igen. A Nigel Kennedy az a fajta, az arzenálos, pólós, hippi, klasszikus hegedűs, akit azért utál a többi hegedűs, mert amikor az első Vivaldi négy évszak lemezét fölhegedültem, még a klasszikus Bakelit korszám azonnal adott 1 milliót belőle, soha senki klasszikus lemezbe akkor még 1 milliót nem adott el, és ebből rögtön milliómos lett, ugye, mint klasszikus hegedűs. És egy nagyon izgalmas egyéniség, és neki csináltuk a koncertet, én már nem tudom mikor, a Robi Lakatos volt a vendég, arra emlékszem, és a Nigelnek a felesége az varsói, és ő Lengyelországból jött a citromsárga Hammer telepjárójával. Tehát ez is jelzi az őt. Tehát én láttam a Hammer, de citromsárgát, azt még nem láttam. Na azzal jött, hát mindenki várta. Ja, nem volt neki semmi jó. Tehát nem volt neki jó. Felhívtam előtt a Műpát, mert Műpába játszott, és ott beszéltem azzal a menedzserrel, aki azt mondja, hogy meg fog hűíteni, ki fog készíteni, azt mondja. De egyébként maga személyesen aztán bűbályos. Nem volt, ugye úgy van, hogy mi ajánlunk szállodákat, de ő nem fogadja el, akkor a szerződés szerint ő választhat magának egy szállodát, aminek köteles vagy neki kifizetni. Természetesen semmi, amit felajánlottunk, nem volt neki vagy a menedzsernek, ezt nem tudom eldönteni, jó. És Hévízen talált magának egy 5 csillagos szállóban egy olyan lakosztályt, mert az a lényeg, hogy a lakosztályában vigyünk fel zongorát, ment a meccs, hogy akkor lehet elektromos zongora. Természetesen nem lehetett elektromos zongora, tehát oda kellett vinnem egy 180-as akusztikus zongorát, mert ugyanezt az öltözőjébe is, sushi tála, tehát meg volt a cateringben is minden, és lényeg a lényeg, hogy mindenki várta, mint a messiás tanács, de a Robi Lakatossal megbeszéltük, hogy vendége lesz pár számból, ők ismerték egymást, mert már játszottak egymással. Robi izgult, hogy ott ült már palotával, nem tudom, hogy mikor próbálnak, hogy előző nap majd megérkezik a Nigel délután, és próbálnak, természetesen Nigel ki van kapcsolva, éjfél nem tud semmit, egykor telefonál a szállodából a recepciós, hogy a Kennedy úr megérkezett, be van kötve a lába, és fölhúzza a szobájába, és lefekült. Délig nem lehetett rányitni az ajtót, van üvegbe beléphetett, úgyhogy próba összedőlve semmi. Na jó, mindegy. A zongorász hozzának is nyitotta a zongora tetejét. Egyébként az öltözőjében sem nyitotta ki. Csak ne felejtsd, az ókori kínai teát is biztosítva. És benne volt a riderében, ugye nem csak az van leírva, hogy szálloda, hanem az is, hogy mit eszik, mit iszik, és ott volt egy kínai tea, ami nagy betűke ki volt emelve, hogy ezek kötelező, tehát ennek lennie kell az öltözőjébe, és ha ez a tea nincs, akkor nincs inkább szóljunk, mert akkor ők hozzák, és akkor a két elénk felül, és mondtam, nem fogunk itt a keleti piacon, itt a teák között térdig válni, mondom, hozzák ezt az istenverte teát. Azt tudtam, mi ez a tea. Na, majd később lesz jelentősége. Na, aznap délután olyan 4 óra körül, 5 óra körül megyek föl a várba. Nigel már ott volt, oda érek, a Robi lakat, ugye ott az érseki palotának egy külön dísztermében, oda van mindig berendezve nekik, ahol esznek.
isznak. Ez egy zárt terem, ott csak ők vannak, meg menedzser, meg hosteszek, meg pincérek, nem tudom. Megyek föl, egy ilyen gyönyörű 16. századi körasztalnál ülnek, a Nigel egy arzenálos pólóban, egy zakóban pörköl szaftal lekajálva magát, a Robin zenekarával őrületes tempóban csárdást hegedülnek. Szerintem a Nigel akkor be volt rendesen. Ott abban a VIP szobában. Ott abban a VIP szobában, és már látszott a Nigel, hogy nem szomjas. Nem szomjas. És hát még csak 5 óra volt. És akkor teltek múltak az órák, én kezdtem aggódni, hogy hát este 9-kor színpadképes lesz az ember. A Nigel azt látom, most így magunk között szóval biztos, hát, ha hallgatná ezt a podcastot és jó beszél magyarul, akkor perrel fenyegethet benneteket, ha jó a figyelmet hitelrontás miatt. Na a lényeg, hogy hát aggódtam, és mondom a menedzsernek, hogy tehát figyelj ide, hát most nem lesz ebből azért baj, hogy ez, azt mondja, ne aggódjak, én te dolgoddal foglalkozzam, azért fogok. És láss csodát, a koncert előtt egy olyan órával, vagy fél órával elkezdte ezt a teát inni a Nigel. Olybá, hogy ahogy kimentünk a színpadot, van egy függöny, és ott volt egy kis asztal, amit lerakadtak neki, ott is volt a termoszban még tea, tehát hogyha kijön a színpadról, akkor is tudjon iszogatni, és ott iszogatták. És kiderült, hogy ez a tea állítólag, olyan ókor óta ismert tudása, hogy bizonyos állapotból visszasegíti az embert. Delíriumból visszasegíti. És az olyan jegyzeteid között megvan még ez a... És kerestem, mert nagyon sokan kérdezték, hogy mi lehet ez a tea, de nem kellene valami vállalkozás. Lehet, hogy az, hogy meg tudja, mi a tea, meghívnunk a Nigel-t még egyszer, ha csak lenne abstinens, és hát az volt a nagyon érdekes még ebben a koncertben, hogy ott álltunk hátul, mert a Nigel bement a színpadra, és azt hiszem, hogy Bach partitával kezdett, ami hát egy nagyon szegediseknek azért az egy megpróbált, amikor egy szál hegedűvel kimész, és 2000 ember előtt játszol, és amit Cidipelt, hanem Tücsök is emlékszem, gyönyörű. Pisszenéstelen csend volt. És a Robi, aki hát azért nem egy tehát nem egy tucat hegedűs, a Robi Lakatos, ugye a Janu Himenuhi járt ki abba a bárba, ahol ő hegedült Brüsszelbe annak idején, a legendárium, meg a valóság szerint is. Álcsak és hallgatja, szót nem szól, és hallgatjuk az egészet, és azt mondja, a kurva anyját ennek a Nigel. Egész nap tök részeg volt, hogy így tud hegedülni. Igen, ez jó. Zoli, még egy visszautazva a legelejére, ez az ünnepi játékok elnevezés, ennek van köze Bayreuth-hoz? Mert ugye van. Tudjuk. Hát az a nagy vita volt, hogy annak mert idején... Mert ugye aztán lett egy névváltás később. Igen, tehát a néven nagy brainstorming ment, hogy mi legyen a neve. Uh-huh. És egyébként azt hiszem, hogy ezt a Vándorfi Laci dobta be, uh-huh. hogy mi lenne, ha ünnepi játékok lenne a neve. Ugye az elején azért... Salzburg Bayreuth, tehát hogy azért nagyon klasszikus volt, tehát kifejezetten opera, kifejezetten jazz, és ott is a kvalifikált klasszikus jazz és világzene volt igazából. Tehát ott a profi az, meg az, hogy színpadi dolgokat akartunk csinálni. Aztán telt múlt az idő, egyrészt látszott az, hogy lépni kell a populárisabb műfajok irányába is, még hogyha bizonyos filterekkel, szűrőkkel is. Illetve felmerült az, hogy a kétnyelvűség, tehát nagyon nehéz ezt, hogy Veszprém ünnepi játékok egyszerűen frappánsan és érthetően angolra fordítani, és akkor jött ez a Veszprém Fest ötlet. Ugye egy ideig emlékszem, hogy csak ilyen headline-ként ment, hogy Veszprém Fest, és egyszer csak elhagytuk, és akkor lett az új weblap, az új arculat, és úgyhogy hajazott erre, hogy hát ez még talán ilyen interjúkat is lehet velem, vagy velünk találni, hogy a Magyarország Salzburgja, ami hát egyébként bizonyítében emlékkő kapott, mert például az épített környezet, és tehát az, hogy egy nagyon inspiráló és építészeti értékeit itt tekintve is komolyan ez egyik legexaktabb barokk épület együttesek veszik körbe gyakorlatilag a Szenthámság teret, és ugye ebbe raksz bele olyan zenei produkciókat, ami de ez túllógott. Most az utara aztán pár évig nem is volt, most tavaly előtt ért vissza az opera. Uh-huh. És addig azt hiszem, hogy egy 3-4 évig nem is volt opera, mert azért egy külön faj. Az idei, bocsánat, erről még beszéljünk egy kicsit, hogy az ideivel akkor most már nem számolhatunk. Ma este mi történne, ha nincsen Covid, akkor én a Dido koncerten lennék sokan másokkal, akik hát, már hónapokkal ezelőtt
erre igen. Hát, egyébként ma pont ma tettem ki egy órája, hogy másfél egy posztot, mert teljesen meglepő, de többen telefonálnak be, hogy akkor hol lesz a Dido koncert az arénában, vagy a História kertben. Te még ezt is meg tudnád oldani valahogy, nem? Most mindenképpen kellene egy Dido koncertet azért valamiféleképpen össze. Ja, hát ugye az egész európai fesztivál szezon, az, meg a fesztiválpiac összedőlt gyakorlatilag. Ez már az az igazság, hogy áprilisban összedőlt. Tehát én azt már sejtettem, mert pont amiatt a Dido is egy kiváló példa rá, hogy nem az van, hogy a Dido, akik mint Angliában él és angol művész, hogy ő Londonból idejön Veszprémbe, aztán visszamegy Londonba, és majd onnan megy Helsinkibe, meg onnan megy a Pori Jazzre, meg a Marciak Jazzre, meg a nem tudom hova, hanem próbálnak turné keretében menni, az kevésbé macerás és sokkal olcsóbb. Úgyhogy a Dido az egyébként nagyon sokáig nem lépett fel, tavaly kezdett azt hiszem el turnézni, és hát ma este lenne a Dido koncert az első. Egyébként Magyarországon ma lett volna először Dido koncert, tehát sajnos én már előbb tudtam, hogy a fesztivál nem lesz megtartani, de amikor ezt bejelentettük, mert ugye hónapokig dolgoztunk azon, hogy mi lesz a jegyvisszatérítési stratégia. Reménykedett a piac benne, hogy lesz egy olyan voucher szisztém, amit például a németek bevezettek. Sajnos a magyarok nem merték bevezetni, félve az unió ezügyben való nem tetszésétől, ami azért megmentette volna ezt a szegmenset, és nagy segítség lett volna. Az a lényege egyébként röviden, nem mutatva a hallgatókat, hogy ha elmarad egy rendezvény, akkor sem kell visszaadni egyet egy évig a jegyárat, hanem ki kell bocsájtani egy vouchert, és a vouchert ugyanazon a rendezvényen a vásárló levásárolhatja egy másik, vagy ugyanarra majd egy év múlva, vagy egy másik rendezvény, és hogyha akkor sem akarja, vagy tudja levásárolni, akkor visszatér. Tehát kapsz egy év haladékot, a cashflow-dat megmenti, tehát ez egy nagyon progresszív dolog lett volna. A németek nem foglalkozott az unió húgásával, most imán bevezették, a magyarok nem merték bevezetni. Szóval ez ment, és azért most ez üzletileg nagyon megrázó, tehát pont a Dido koncerten már majdnem 70%-a visszaigényelte a jegyek árát, minden buzdításunk és hát agitációnk ellenére, ahol próbáljuk mindenkit, és ezúton is mindenkit rábeszélnék arra, hogy várja meg szeptember közepét, amikor bejelentjük a 2021-ben hozzánk érkező sztárokat, és mindenki át konvertálhatja a jegyét bármelyikre, akit majd ott bejelentünk, és nagyon remélem, hogy egy nagyon izgalmas és színes, sokrétű fesztivál lesz, több nap lesz. Milyen programok lesznek? Tudva levő? Először a fesztivál történetében 7 napos lesz, 1 hetes lesz a fesztivál, tehát egyrészt mi is készülünk erre a 2023-ra, és az volt a megállapodás a városvezetés ügyében, hogy a Veszprém Fest az pont LKF keretben kapjon egy olyan támogatást, amiből képes egy kicsit előrébb lépni a nemzetközi fesztiválokhoz, ami azt jelenti, és ennek az egyik eleme nyilván az, hogy hosszabb lesz minden évben egy kicsit a fesztivál, és több színpadot tudunk beindítani, tehát visszatérünk most a História kert mellett majd a várba is, és olyan típusú előadókat, akinek inkább az a lépték illik, a világzenét mondanám, vagy a klasszikus jazz mondanám, vagy akár az operát, azokat ott tartjuk, és a populárisabb, kicsit, mert nagyobb is a históriákat, azokat meg lent tartjuk, és a nagyon-nagyon-nagyon megtetszett nekünk Alajkó Félixel szenteltük fel ezt a jezsuita romkertnek nevezett kis 400 fős, kis gyönyörű kis kerti színpadot lent a Veszprémvölgyi Apáca Kolostor mellett, és azt is beillesztenénk. Ott most egy klasszikus sorozat lesz, egy 3 estés klasszikus sztárokat fogunk odavinni. És mondom, idén megint jövőre megint erőteljes lesz a világ jazz, a jazz is, opera is lesz, úgy pop is lesz, tehát ez sokkal szélesebb spektrumozzuk a fellépőket. Ugye ez egy előrelépés, azt mondod, de amit most leírtál, én ez alapján nem nagyon tudok azonosítani, hasonló fesztivált van ilyen Európában, amit most itt leírtál nekünk? Hát van azért, tehát azért, ha a zenei profilt nézed, tehát egy papírlapra felirogatod azokat a fellépőket, akik jönnek hozzánk, meg mondjuk a Pori Jazzre, vagy a North Sea Jazzre, vagy a Montreux Jazzre, vagy a Marciac Jazzre, tehát nagyon sok ebben a műfajban, ami prémium kategóriás művészeket hoz jazzből, world musicból, néha popból is, azért van egy 50-60. De ilyen mixt? Az már, hogy operát is csinál, meg popot is, az nem az nagyon. Az már nem nagyon. Hát az, hogy több helyszín, az abszolút, tehát egy nagy fesztivált, de azért azt tudni kell, hogy ezek a fesztiválok, akikről beszélek, és akiket én ilyen tekintetben valahogy etalonnak tartok, azért azok nem 17 éves fesztiválok, hanem az 50-es, 60-as évben indult fesztiválok. És a költségvetésük nagyságrendekkel, tehát a Hajnal Csaba mindig mondta, hogy hát 800 millióból itt a 3 milliárdhoz tartjuk a frontot, kicsit hasonló a helyzet, tehát nagyságrendekkel nagyobb pénzekről van szó.
ott. De azért ez egy jó érzés, amikor fölmegyek egy ilyen nagymúltú fesztivál honlapjára, és akkor nézem, hogy Jamie Cullen, Diana Krall, Gregory Porter, ugyanazok vannak, mint nálunk. És amikor a színpadra mész föl az első napon, és bejelentett, hogy mi lesz, azért az egy fantasztikus érzés lehet. A feleségem mindig fél, mindig mondtam, hogy nekem egy vágyam van csak, hogy egyszer egy 2-3 ezer ember ott énekelhessek. És mindig rettegnek, hogy egyszer egy életem, egy halálom, és elkezdek énekelni. Színpad előtt négy áll teát, tudod, akkor menni fog. Ez a Studio Veszprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken. Ez a beszélgetés itt nem ért véget. Jövő héten folytatjuk a Schneidberger Központtal, az Európai Kulturális Fővárossal és Mészáros Zoltánnal. Ezek és más történetek a diosilászló.hu weboldalon megrendelhető könyvben.